voltam time-off szerzésen, de most beszállok a profik közé, és megmutatom nektek, hogy hogy működik ez a dolog. Nagy Kálmán vagyok, az Ötelem Wushu Egyesületben edző vagyok. Tehát az utánpótlásért felelek, és a versenyzőknél pedig az állóharcért. Én László Károly vagyok, az Ötelem Wushu Egyesület elnöke. Eredeti képesítésem szerint Shaolin Kung Fu tanár vagyok, Xuefang, ez a rangom. Igazán jó tájboxos, valószínűleg gyors és pontos, és nagyon jó erőálló képességgel rendelkezik, és nagyon magas a fájdalom küszöbe. Tehát ez a kifejezett tájbox küzdelmekhez, ez nagyon-nagyon fontos. Itt, amit látok, ugye ez fizikai edzés. Nem véletlenül vannak az edzőtáborok, nem véletlenül vannak a beszélgetések edzés előtt, edzés után. Nagyon erős lelki nevelést is próbálunk a gyermekeknek adni. Mert az érdemes megtapasztalni azt, hogy mik a határaid. Amikor látod, hogy nyomod, és csinálod, és fáj, és melletted ott van egy 20 kilóval könnyebb lány, és ő nevet, akkor így elgondolkozol, hogy csak azért is, még, és mindig túllépsz önmagadon, mindig felülmúlod önmagadat, és ez egy óriási érzés. Hát egyáltalán múlott, hogy a küzdeni is fogok, de hát ide jöttünk pont forgatni, és zseniális volt az edzés, amit elfáradtam már most, de hát legalább egy nap sem maradt ki. Szerintem nagyon tüdős edzés volt. Hát, mint mindig. Kemény volt, de kibírtuk. Hát itt voltunk, kipróbáltam ezt a Thai box edzést, szóval akkor igazából el sem tudom mondani, hogy milyen volt. Akit érdekel, szerintem az jöjjön és próbálja ki, nagyon megérik.